A Magyar Történelmi Társulat 1867-es megalakulása tekinthető a professzionális történetírás kezdetének Magyarországon. A társulat a történetírókat, a történelemtanárokat és a történelem iránt érdeklődőket fogja össze. Szintén 1867-ben alapították meg a máig létező Századok című folyóiratot, valamint az MTT nevéhez kötődik az országos levéltár újraszervezése és megnyitása is. A 150 éves születésnapot ünneplő rendezvénynek a Megyeháza Besenyei terme adott otthont. A Magyar Történelmi Társulat idősebb, mint a Megyeháza mostani épülete. Már csak ezért is érdemes volt a Megyeházára szervezni ezt a tudományos konferenciát. Nagyon nagy jelentőségülésről van szó, hiszen a 150 éves Magyar Történelmi Társulat hozzájárult a magyar múlt, a magyar identitás megerősítéséhez, fejlesztéséhez, és valóban ezzel tudunk biztos jövőt adni, hogyha ismerjük a múltunkat minél teljesebben. A szerdai konferencia a Korok és életek, értékek és társadalmi szerepek Erdélyben címet kapta. A mai konferencia azért fókuszál Erdélyre, erdélyi értékekre és szerepekre, mert a Magyar Történelmi Társulat első elnöke, Gróf Mikó Imre, erdélyi származású volt. Én azt gondolom, hogy Gróf Mikó Imre nagyon hiteles elnöke tudott lenni a Magyar Történelmi Társulatnak, hiszen ő maga már az 1867-es kiegyezést megelőzően is végzett nagyon komoly forrás közlő munkálatokat. A Magyar Történelmi Társulat első elnökének életét Egyed Ákos akadémikus ismertette a jelenlévőkkel. Ő a kiegyezés korának egyik közismert személyisége volt, nem csak a közéletben, hanem a tudományos életben is, hiszen a Magyar Akadémia tagja volt 1858-tól, és így választották a társulat elnökévé is. Ez a társulat azt tűzte ki céljául, hogy a történelmi kutatást egy magasabb színvonalra emelje, mint amit addig elért. A Magyar Történelmi Társulat megyei csoportjának következő rendezvénye november elején a Magyar Tudománynapjához kötődik majd.